A történelemben számos ragadványnevet ismerünk, ami az adott illetőnek valamilyen tettére, esetleg tulajdonságára utal. Ilyen volt például első Nagy Lajos királyunk, aki hódító hadjáratai után kapta a nevét, vagy éppen Könyves Kálmán, aki műveltebb volt a korábbi magyar királyoknál, és eredetileg papnak szánták, de második Ulászlót se kellett félteni, akit Dobzse Lászlónak neveztek, ugyanis egy fennmaradt szóbeszéd szerint a lengyel származású magyar uralkodó mindenre azt mondta, hogy Dobzse, vagyis hogy rendben. A magyar nemeseket se kellett félteni a jobbnál jobb ragadvány nevek viselésében. Segges János, Lágyfaszú László, vagy éppen Polconszaró György esetében a kortársaik nem voltak éppen kegyesek névválasztás terén. No de vajon miért születhettek ilyen vad és vulgáris ragadvány nevek? Ebben a videóban most bemutatom nektek a történelem legkínosabb ragadvány neveit. Tartsatok velem! Az emberiség egyik leghálásabb találmánya az, hogy amikor nagy a szükség, akkor ott a segítség, hogy kiürítsük magunkból azt, amit a szervezetünk nem képes már megemészteni. Ez ugyanakkor kellemetlen szagokkal jár, és a végtermék eltakarítása sem egy kellemes mutatvány. Pontosan ezért jó találmány az angol WC. No de a történelemnek volt olyan időszaka, amikor még másképp kellett előrukkolni megoldással annak érdekében, hogy az ember üríthesse a salakanyagát. Képzeljétek el, hogy még a Biblia is ír részletesen az ókori vécézés szokásáról. A mai Palesztina területén élt népek jellemzően elvonultak egymástól és ásóval ástak egy kisebb gödröt, amibe elvégezték a dolgukat. Amint megoldották az ürítést, a gödröt betemették. Az ókori Egyiptomban a könnyítésről Hérodotosz jegyezte le, hogy a férfiak állva vizelnek, a nők ülve, és a dolgukat a házban végzik el, vagyis beltéri illemhelyük volt már. Hérodotosz azért csodásított ezen, mert az ókori Hellász területén élő hellének a bokor tövében rendezték a dolgaikat a szabad ég alatt, és agyaggal, kövekkel tisztelkodtak. Az ókori Egyiptomban viszont a házban levő budi összetétele úgy nézett ki, hogy a dobozszerű ülő alkalmatosság belsejében egy gödröt készítettek, amiben homok volt, ebbe érkezett a cucc, a budi maga pedig általában fából, a gazdagabbak esetében pedig mészkőből készült, aminek a tetején volt az a lyuk, amire ráülve végezhette az ember a dolgát. A minosziak vízöblítéses módszert használtak rá a vízvezetékeknek köszönhetően, míg a római birodalom területén jelent meg először a nyilvános WC, amit férfiak használtak, és gyakorlatilag egymás melletti székelés közben lehetőségük jutott arra is, hogy társalogjanak egymással. A fenéktörléshez bot végére tűzött szivacsot vagy gyolcsanyagot használtak. A középkorban már az európai ember inkább az utak mentén húzódó árkokba borította a szennyvizét, az ürülékét és a szilárd hulladékot, amit maga után hagyott. Időnként olyan budikat használtak, amik levezették a tartalmaikat a városfalon, és annak a tövében gyűlt össze a rengeteg cucc. Várak és kastélyok esetében a nemesség éjjeli edényt használt, de néhány esetben egy erkélyi budi építése megoldotta az edény cipelését és rendszeres ürítését. Oda elég volt csak kiülni, és a kiengedett végtermék a várkastély falán lehullott vagy szétkenődött rajt, ahogy éppen pottyant. Ezt nevezték eredetileg gardróbnak, és sok esetben a ruhákat is itt tárolták, hogy a vizeletből felszálló ammónia elriassza a tetveket, bolhákat. A 15.-16. századra már a városokban is elterjedté vált ez a megoldás is, és elsősorban a sikátorokban állítottak fel a házfalán ilyen erkélyeket. Ezt a fabudis vécézős megoldást honosította meg viszont hazánkban egy magyar nemes, aki miután megépítette magának a gardróbját, a kortársai azzal gúnyolhatták, hogy ő a polcra felülve végzi a nagy dolgait. Így kaphatta a Polconszaró György nevet, amit luxemburgi Zsigmond magyar király egy 1429-ben keltezett oklevélben egy jobbágyi kötelezettségeket taglaló urbáriumban is megemlít, tehát ő is valamiért előszeretettel használta rá ezt a ragadvány nevet. A latin szövegben Georgius Polconszaró dictusként szerepelt a neve. A 15. században a polc kifejezés volt használatos egyébként a fából készült gravitációs illemhelyre. Az oklevélben felbukkanó neve arra engedhet következtetni, hogy a személyes higiéniára figyelő találmány jelentőségét sem a nemes emberek, de még a magyar király se vette kellőképpen figyelembe. Lágyfaszú László neve szintén egy oklevélben került elő 1370-ből, talán a nevén sokat nem kell gondolkodni, hogy miért pont ezt kapta. Valószínűleg egy olyan pletyka miatt ragadhatott rá ez a név, ami kétségbe vonta a férfiasságát, illetve az ágyban nyújtott teljesítményét. Mondjuk azért szerencse, hogy utcát nem neveztek el róla. Valahogy hasonlóképpen járt vajpéniszű Kolbein viking harcos is,
akinek a nevét talán szintén nem kell jobban magyaráznunk. Hát még mit mondana az a viking, akit aszalt heréjű Herjolfrennek hívnak? Ebből a branchból egyedül kemény péniszű Árni járt jól. Nos, ha úgy érzed, nem tudok még ettől is kínosabb ragadvány nevet mondani, akkor kapaszkodj, mert szerintem hétseggű László története megint csak magáért beszél. A drága magyar nemesünk ragadvány nevét 1415-ben jegyezték le, aki vélhetően méretes hátsó feléről kapta a nevét. Mosdatlan Andrásnak igencsak meggyűlt a baja az emberekkel. Magyar ispán volt, aki még azt a nagyon minimális fürdést is ritkán építette be a napirendjébe a kortársaival szemben. Ettől már csak az a viking harcos szenvedett jobban, akinek gyomorpanaszai miatt rendszeresen muzsikált a popója. Így kapta ő a mocskos fing Einstein nevet. A tolvajoknak is keményen meggyűlt a baja a magyar történelemben. 1364-ből maradt ránk Szatyorvágó Pál neve, aki úgy lopta meg embertársait, hogy erszényeiket, táskáikat megvágva kicsente az értékeket. Az akkori törvényeknek megfelelően valószínűleg büntethették, mégpedig csonkítással, ugyanis onnantól Fületlen Pál lett a neve, és ebből tudható, hogy visszaeső bűnöző volt. Azért az is elég kellemetlen, mikor az embert egy erős, kevésbé jó szokása alapján kezdenek el becézni különféle gúnynevekkel. Így járhatott sörszerető Eirik, aki viking harcosként kapta ezt a ragadvány nevet. A vikingekről tudni lehetett, hogy inni nagyon szerettek, szóval ha valaki még azt a durva mércét is meg tudta lépni, hogy még a nevében is szerepeljen, hogy szereti a sört, nos az csak sörszerető Eirik lehet. Azért a viking hölgyek megszólítása sem lehetett éppen egy leányállam. Hajókeblű Torbjörg példának okáért valószínűleg egy nagyon kívánnivaló nő személy lehetett a maga korában, nevét onnan kaphatta, hogy keblei valószínűleg az átlag hölgyekétől eltérően nagyobb bacskák lehettek, és úgy ringtak, miközben közlekedett, hogy valószínűleg mindenki őt bámulta emiatt. Ha azt hiszed, hogy ilyen vad ragadvány neveket csak harcosok és nemes emberek számára osztogattak, akkor tévedtél. Jutott bőven elég még uralkodóknak is. Az ókori Egyiptom királya a IV. Ptolemaiosz például a Philopator ragadvány nevet kapta, ami szó szerinti fordításban azt jelenti, hogy apa szerető. Azért kapta ezt a jelzőt, mert az összes családtagját megölette, egyedül az apját hagyta életben. Második Hebegő Lajos nyugati frank király volt, és nevéből fakadóan nem volt erőssége a beszéd. Ötödik Trágya nevű Konstantin egy 8. században élt bizánci császár volt, és feltehetőleg ellenfelei aggathatták rá ezt a nevet. A fennmaradt források szerint azért ezt a ragadvány nevet kapta, mert gyermekkorában, mikor megkeresztelték, beletolt egy jó kövéret a keresztelő medencébe. 9. Nyálas Alfonz, leóni király is alaposan megjárta, ugyanis ha túl izgatott volt társaságban, akkor elkezdett folyni a nyála a szája szélén, miközben beszélt. Kékfogú Harald a 10. században élt, Dánia és Norvégia uralkodója volt. A kékfogú nevet azért kapta, mert gyakran evett áfonyát, amitől kékre színeződött a fogsora. Széphajú Harald viszont fogadásból kapta a nevét. Ő volt Norvégia első királya. Megfogadta, hogy addig nem vágja le és nem fésüli ki a haját, amíg választott hölgye hozzá nem jön feleségül. A kemény kitartásával 10 évig növesztette a hosszú szőke haját, ami derékig érő fürtös frizura volt. Harmadik csupaszlábú Magnus norvég király már nem volt ennyire szerencsés fickó. Az északi népek férfiairól amúgy is tudni lehetett, hogy elég szőrösek minden téren, mégis Magnusnak a lába inkább volt pejhes, mint szőrös. A norvégok között szenzációnak számított. Második rettenetes Gyuláról azt hinné az ember, hogy biztosan egy elképesztően szigorú uralkodó volt, pedig aztán nem. Római pápa volt, akit időnként katonapápának neveztek. A 16. században élt és az egyházi állam területének visszafoglalása köthető a nevéhez. Második részeges Szelim oszmán török szultán volt a 16. században. Ragadvány nevével a magyarok lehet dicsekedtek volna, Szelim számára inkább volt ez kínos. Nagy piásnak számított, és ez azért volt ráadásul kellemetlen, mert egy iszlám hitű ember nem ihat alkoholt. Időnként előfordult, hogy valaki olyan állatról kapta ragadvány nevét, ami jelenthetett számára előnyt, de olykor az ő sajnálatos sorsát is tartalmazhatta. Nyullábú Erik norvég uralkodó volt, aki azért kapta ezt a nevet, mert elmenekült a trónkövetelője elől. Ezzel szemben első nyullábú Harold angol király azért kapta a nevét, mert elképesztően ügyes és gyors volt a vadászatai során. Első Lipót magyar királyról már a Habsburgház belterjessége kapcsán már említettem néhány szót. Őróla érdemes tudni, hogy mivel felmenői jellemzően rokonai voltak egymásnak és vérfertőző házasság útján nemzettek gyerekeket, egyre több leszármazottnál jelentek meg testi és szellemi fogyatékosságok,
különböző rendellenességek, betegségek, amikkel meg kellett birkózniuk. Lipót emiatt jellegzetes előreugró állkapocssal rendelkezett és felduzzadt ajkával kissé nehezen tudott kommunikálni. Kortársai csak teveszájú Lipótnak gúnyolták. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Ti mire lennétek még kíváncsiak? Válaszaitokat hozzászólásban várom. Ha tetszett ez a videó, akkor pedig lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél minden közösségi oldalamon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatorna tagsági felületén keresztül, illetve Patreon formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!